Az estét Izmény polgármesterek köszöntő beszédével nyitotta meg, utána a Cappuccino együttes egyórás műsorával szórakoztatta a szépkorú közönséget, majd a vacsora következett. Az eseményre az időskorúak mindig szívesen járnak, mondta Kelemen Ferenc. Én úgy gondolom, hogy ez minden település ugyanígy jár el, mert az idős emberek, azért mert idősek, azért nem szabad elhanyagolni őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így illő, és talán egy nemes gesztus, hogy el tudnak itt beszélgetni egymással és nagyon sok mindenki mással. Palkó Lajosné már nem Izményben él, de korábban több, mint 30 évet dolgozott itt az önkormányzatnál és a Takarékszövetkezetnél. Úgy érzi, ez az otthona. Az embernek a lába az elhagyja ezt a területet, még akkor is, ha csak 2 kilométer, de a szíve, az soha nem. A szívem az mindig itt van. És én bár álmomban is legtöbbször itt álmodom. A megjelenteket természetesen pálinkával is kínálták. Az önkormányzat azokról sem feledkezik meg, akik nem tudtak az ünnepségen megjelenni, december elején minden 60. év feletti lakosnak személyesen Kelemen Ferenc fog ajándékcsomagokkal kedveskedni.